Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t vagy Ujjonatúra televíziót láthatnak, ezen belül is a VNTV könyves polcára adás sorozatunkat. Nagyon sok észrevételt kapunk, nagyon sok minden terjed a közösségi portálokon, hogy rengeteg olyan könyv, olyan ezoterikus, spirituális kiadvány van, ami nem tiszta, nem feltétlenül jó irányba vezeti az embereket, és nagyon nehéz kiigazodni azok közül, nagyon nehéz eldönteni azt, hogy melyiket olvassuk el, és nem biztos, hogy egy könyv kifelé vezet, vagy újra be egy, csak jobban bevezet minket az erdő sűrűjébe. Viszont nekünk személy szerint, illetve itt a VNTV-nek van egy tiszta forrása, aki elvégzi ezt az előzetes szűrést, és igenis kiválasztja mindig a legjobb minőségű könyveket, és nagyon nagy előszeretettel olvassuk a bioenergetik könyvkiadónak a könyveit. Most is egy ilyen könyvről fogunk beszélgetni a stúdióban. Stúdiónk mai vendégei dr. Kígyós Éva, agykontroll oktató és pszichológus, és Lantos Mihály, akit már ismerhetnek korábbi beszélgetéseinkből, tanulási módszertan oktató, egyetemi tanár, és egy könyvről fogunk beszélgetni, illetve nem is feltétlenül a könyvről, hanem a könyvnek a témájáról, aminek az a címe, hogy Varázsbolt. Egy nagyon rövid bevezetőt tennék ehhez a könyvhöz, amit egy agykutató, egy agysebész írt. A könyvben saját életét írja le, és egy nagyon egyszerű és nagyon könnyen használható módszert ír le, ami az ő életében működött, és gyakorlatilag maga a könyv az ő élet útja nem más, mint egy tanítás. Akkor én rögtön rá is térnék arra, hogy ez a varázsbolt, ez azért varázsbolt a címe, mert hogy varázsereje van az embernek, tehát varázsolni tudunk az életünkön segíteni. Vannak olyan módszerek, amivel nem elszenvedői vagyunk a sorsunknak, hanem úgymond az életünknek a teremtői lehetünk. Még egy kicsit messzebbre merészkednék, a könyvből veszek néhány nagyon-nagyon olyan gondolatot, ami nekem nagyon közel állt, és betalált úgymond az én szívembe is, egy kicsit nyitogatja a szívemet. Azt mondja, hogy az emberiség a könyörületnek a korszakába lépett. És ez a könyörület, ami egy belső, az agyunkban lévő, az agy szürkeállományában lévő területnek a felelősség, amikor gondoskodunk és segítünk egymáson, és együttérzők vagyunk, hogy ennek a korszakába léptünk. Mennyire érzékelitek ezt a év? Először téged szeretnélek, így az agykontroll miatt valószínűleg közel állhat hozzád ez az agyi terület, amikor kifejezetten az agyműködés szempontjából figyeljük. Megvan ennek a maga agyi területe is, ami most fejlődőben van, azért tudja a tudomány felfedezni, de én azt gondolom, hogy ugyanide jutunk el akkor, hogyha az emberiség történetét gondoljuk végig, hogy nyilvánvaló, hogy egy fejlődési utat járt be az emberiség, és ami leginkább fejlődött, az úgy foglalható össze az elmúlt ezer években, hogy az intellektus fejlődött. Az intellektus fejlődése az embert egyre jobban bekötötte az anyagi világba, ami hozta magával azonnal az érdekeket, az érdekekért való hajszolást, és boldog fogyasztói társadalom résztvevőként ma teljesen kiszolgáltatva ezeknek az anyagiaknak élünk, de nem lehet megkerülni, szembenézni azokat a dolgokat, amit ez a társadalom nem csak egyes embereknek a tragédiába, a nyomásával mivel, hanem egyszerűen az élet lehetőségünknek. Tehát, hogyha emellé a kifejlődött intellektus értelem mellé, amit jelen pillanatban nagyon sok esetben önmagunk meggyilkolására használunk, mert logikus érv mindig lesz, hogy miért kell Hiroshimába atombombát dobni, miért kell a bálnákkal ezt csinálni, meg azt. Meg lehet magyarázni, miért kell a gabonát a tengerbe önteni, ahelyett, hogy éhezőknek adnak. Ezt meg lehet logikusan magyarázni, de ebbe belehalunk, ebbe belepusztul az emberiség. Tehát az idő minősége az, hogy az érzelmeknek,
a tisztességes kapcsolati érzelmeknek fejlődnie kell. És ez azért egy nagyon nehéz dolog, egy paradigmaváltás. Az egész emberiséget érintően kell, hogy létrejöjjön. És ez természetesen azt gondolna az ember, hogy jó, hát akkor, ha ide jutottunk, akkor majd haladunk ebbe előre. Egy ilyen fajta új képességnek a generációs átadásban való működése 5 generáció után várható. De nincs ennyi időnk. Nincs ennyi időnk, ugyanakkor, hogyha pozitívan fogjuk fel, ugye Misinek is, ő nem hívja küldetésnek ezt, mert szerényen áll a dologhoz hozzá, de már olyan egy hivatása van, ami már segít úgymond ebből a régi, sűrű anyagi világból kivezetődni, ami segít egy kicsit összehozni, megint összhangba hozni az agyat a szív működésével. Nem tudom, neked mi volt a véleményed a könyvről? Nagyon hasonlóak vagytok a könyv szerzőjével az én olvasatomban, hiszen ő is ő is egy nagyon egyszerű, könnyen a hétköznapiságban bárki által használható módszert ad át az embereknek, és te is ugyanezt csinálod gyakorlatilag, te a tanulás területén, ő pedig az én értelmezésem szerint, érzésem szerint, ő pedig igenis egy kicsit bebizonyítja ebben a könyvben azt, hogy lehet csak agyból élni, bármit meg lehet tenni, ebben majd meg fogsz tudni minket erősíteni, Évi, de azért a szív nélkül az egész csak egy illúzió maradt továbbra is. Te mit éreztél ebből a könyvből, ki mint módszert? Engedjétek meg, hogy én is egy kicsit messzebbről induljak el, egészen pontosan 2600 évvel ezelőttről. Amikor is Észak-Indiában élt egy fiatal herceg, aki egyszer csak elindult keresni a saját magát, a tudatát, bárhogyan hívjuk, tehát keresni a boldogságot. Ma úgy ismerjük, hogy a Shakyamuni Buddha. És Buddha volt az, akitől, amikor megkérdezték, hogy miután már Buddhává vált, hogy mester, mit tanítasz, akkor ő azt mondta, hogy én csak azt tanítom, ahogyan a dolgok vannak. És én azt gondolom, hogy ebben a könyvben, a Varázsbolt című könyvben olyan dolgokat találunk, ahogyan egyébként az emberiség működik az elmúlt sok-sok ezer évben, vagy legalábbis működött eddig. És én azt gondolom, hogy az, amit Éva elmondott az előbb, azzal maximálisan egyet tudok érteni, de ez az európai kultúrára igaz. Tehát az, hogy mi egy inkább az ész szempontjából közelítünk meg mindent, és inkább, hadd mondjam úgy, hogy a materializmus szempontjából, tehát materiálisan közelítünk meg mindent, de ugyanakkor jelen pillanatban is a világnak másik pontján, például Tibetben, az emberek lehet, hogy egy elképesztő szegénységben élnek, vagy legalábbis innen úgy látszik a mi felfogásunk szerint, hogy elképesztő szegénységben, de mégis boldogan élnek. És azért, mert az ő számukra az teljesen evidencia, hogy közösségben élünk, a szívünket is megnyitjuk más emberek felé, mert ettől működik egy társadalom, és ahogyan a Varázsboltban is lehet olvasni, hogyha elszigetelt emberekként éljük az életünket, akkor az egyszerűen a létünket fenyegeti. Akkor azt nem fogjuk túlélni, nem hogy 5 generációt nem tudunk megélni, de 2 se. Én is így gondolom. Csak azon gondolkoztam, hogy igen, ez tökéletesen így van, hogy vannak, akik együtt tudnak még élni az univerzum törvényeivel, kevesen, de ott nem is hódítanak ezek a könyv, az a rengeteg könyv, amit említettél. Ők tudják, hogy vannak a dolgok. Ezek a könyvek, amik itt megjelennek, ezek nekünk szólnak, akik ebben örlődünk, ebben a hatásban. Hát én annyit tennék ehhez hozzá, hogy az emberiség folyamatosan fejlődik. És azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes út, amit itt bejártunk, és ami mögöttünk van, és elképzelhető az, hogy ugye ahhoz, hogy egy evolúciós ugrást meglépjünk, ahhoz mindenképpen valamelyik irányba el kell határozni magunkat. Tehát láttuk, hogy kiválóan működik az agyi terület. Ugye az egyiptomiak nagyon érdekes, mert ugye a könyv is említi, hogy 5000 évvel ezelőtt az egyiptomiak még tudták azt, hogy a szív mindennek a bölcsessége, és hogy az intelligencia onnan fakad, és amikor még boncolás előtt ugye az orrjáraton keresztül kiszippantották az agyat, és úgymond eltávolították, és kidobták egyszerűen. Ugye 5000 év telt el azóta, hogy az agynak is úgymond fontos tere és szerepe lett a világban.
De úgy néz ki, hogy azért a kettő együtt kell, hogy működjön, mert amíg ez nincs meg, egyik is, másik is ténylegesen a szenvedéshez vezet. Ugyanakkor fontos megtapasztalni mindent. Tehát azt mondja mindenki egyébként, hogy Buddha is azt mondja, hogy oké, elhagyhatjuk a szenvedést, el kell hagyjunk, ki kell, hogy tudjunk jönni a szenvedésből, de ahhoz végig kell járjuk ezt az utat, tehát először a tapasztalásnak, ahhoz, hogy legyen mit elhagyni, ahhoz ezt meg kell, hogy történjen. Mennyire, Évi, tőled szeretném megkérdezni, hogy akik az agykontrollt használják, mint módszert segítségül, ugye ez egy kicsit olyan fejnehéznek tűnik még. Van-e ebben a szívnek közreműködése, ebben a módszerben, és hogy milyen eredményt tudtak elérni azok az emberek, akik esetleg nálad végeznek, mennyire látható az életük, mennyire szenvednek kevésbé? Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de próbáljuk meg szétszedni, Misi segíts, hogy tulajdonképpen arról, amit az agykontroll alapvetőlegesen tanít, az arról szól, hogy tanuld meg azt, hogy a külvilágból von befelé a figyelmed, egyfajta belső úgynevezett módosult tudatállapotot hoz létre, amit a relaxációval elérsz majd. Használd az agyadnak azon a képességét, hogy vizualizáció, amit a tudomány ezerszeresen bizonyított, hogy amit elképzelek és vizualizálok, az az agy számára egyfajta tapasztalás lesz, mintha valódi. Persze sokkal több, mint egy valódi tapasztalás, sokkal több gyakorlás kell hozzá. És benne van az agykontrollba az, hogy az összes technikája tulajdonképpen egyrészt vagy olyan, ami rám vonatkozik, például hogy tudjak elaludni, hogy tudok felébredni anélkül, hogy bántanám magam, hogy tudom a fájdalmamat csillapítani. Ezek magamra vonatkozó, ezt az állapotot kihasználó lehetőségek. De minden olyan területen, ahol valamiféle célt akarok elérni, valamiféle eredményt akarok elérni, bőven benne van az, alapvető technikánkban, nem tudom, ez az agykontrollban az elmetükre technika, amikor a vége az az, hogy legyen így, vagy úgy, ahogy minden érdekelt fél számára a legjobb. És ez egy borzasztóan fontos dolog, amit nyilvánvalóan, hogy a felvezető előadásban bőségesen hangsúlyozunk is, hogy nem lehetséges úgy, hogy én kitalálok valamit, azt hiszem, hogy ez így tökéletes, és lehet, hogy nincs elegendő figyelmem arra, hogy más szükségletek, mások szükségleteivel lesz, hogy van, és ezzel tulajdonképpen, mint egy a törvénynek, az univerzális törvénynek adom oda. Én ezt szeretném, de legyen így, vagy úgy, ahogy minden érdekelt fél számára a legjobb. Tehát benne van. Hogy érzitek? Ja, bocsánat, mondjad, hogyha valami... Azt akartam csak mondani, hogy ez a gondolat, ez megjelenik a könyvben is, akkor, amikor elmondja ez az agysebész, hogy mennyire fontos az, hogy leüljön a betegekkel és beszélgetni, és ő megismeri egy kicsit a gondolkodásmódjukat, a múltjukat, és amikor megismerte őket, akkor el tudja nekik mondani az, hogy mi vár rájuk, milyen döntéseket kell nekik meghozni, mert az is lehet, hogy ez az agysebész, ő maga, mint a világ egyik elszigetelt kis része a saját tudományával, azt mondja, hogy én tudom, hogy neki mit kellene tenni, hogy milyen műtétet kellene végrehajtani, és őt egy munkadarabként fogom tekinteni. De hogyha ez nem egy közös játék lesz, tehát nem az a gondolat fogja vezérelni, hogy történjen úgy, ahogyan az mindenkinek a legjobb, akkor valóban a beteg az egy munkadarab lesz, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan eredményre fog jutni. Igen, nagyon érdekes egyébként számomra ez a könyv, azért volt fontos, hogy ő egy agysebész, mert a mai világban, ha megnézzük az alternatív gyógymódokhoz való hozzáállást, ahogy megnézzük a gyógyszeriparnak és az akadémikus orvosoknak a hozzáállást az egyéb módszerekhez, én személy szerint nem vagyok ezzel elégedett, főleg most a napokban azért ezzel kapcsolatosan elég nagy hangzavar is van a világban. És itt megértettem ebben a könyvben, hogy egyrészt igen, fontos, hogy egy lelki kapcsolat, egy közelebbi kapcsolat kialakuljon a beteg és az orvos között, ugyanakkor, amikor ő egy ilyen agyműtétet végez, ugye abban a pillanatban, ahogy abban egy pillanatra meglátja az embert az ott fekvő asztalon, ott elveszett a műtét.
Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon fontos szerepe van mind a kettőnek, a szívnek is nagyon fontos szerepe van, hogy az együttérzés, a segíteni akarás igen, megjelenjen. Bocsáss meg, hogy szeretnél kiegészíteni ebben, hogy ez valóban így van, tehát hogy ez egy óriási felismerése volt ennek a sebésznek, de abban a pillanatban, hogy ő ezt ott felismerte, hogy ugye ezt az operai énekest fogja, akivel már baráti viszonyba került, hogy őt műti, abban a pillanatban ő neki megvoltak arra az eszközei, hogy ezt hogyan zárja ki magából, hogy ezt az érzésvilágot, és hogy hogyan menjen át egyfajta technokratába, amikor képes valamit tenni más emberért. Tehát ő neki erre már akkorra megvoltak az eszközei, és ez a fantasztikus ebben az életútban, hogy őt nem sodorták maga alá az események és a saját érzései, hanem pontosan tudta, hogy mit kell tennie. Igen, és hogy ő nem korlátozódott le, úgymond a tanult dolgoknál, tehát igenis az intuíció, és igenis azok a képességek, amiket ugye a varázsboltban tanultakkal, amikre szert tett, ezeket ő használta, és valószínűleg a műtétei ugye ettől voltak sikeresek, hogy ez a kettő együtt kellett, hogy működjön. Kicsit szeretnék kérdezni arról benneteket, hogy amikor az ember, vannak a felébredések, nagyon sok felébredés és nagyon sok felismerés történik most az információ szabadsága miatt a világban, az emberekben, és az egyik ilyen felébredés az, amikor én rájövök, hogy te jó Isten, én tudok tenni valamit az én életemben, tudok tenni magamért, másokért, stb. És amit én most tapasztalok, az, hogy nagyon-nagyon sokan tényleg elkezdtek ebbre a befele vezető útra rátérni, nagyon sokan elkezdték az erejüket, képességeiket próbálgatni, mint ahogy a könyvben is a főszereplő, és bizony ez a tudatos teremtés, én tudatosan teremtem az életemet, még több anyagot tudok létrehozni, még több pénzem tud lenni, még nagyobb házam tud lenni, teljesen más módszerekkel, ugye most már teremtési módszerekkel, elmével, a gondolat, a szándék erejével végezzük ezeket a dolgokat, és szerintem most itt ebben a pillanatban ennek vagyunk a tanúi, amikor ez is kezd ilyen óriási eltúlzott méreteket ölteni. A könyvben lehet látni, hogy körülbelül hol tartunk, tehát hogy mi az a következő pillanat, ami hamarosan eljön, hogyha valaki elkezdi ezeket a módszereket kóstolgatni, tapasztalgatni, isteni energiáit, erőit, hatalmát bevonni, bevonzani, becsatornázni a saját életébe. Mit tudnátok ti javasolni, hogy ezt is végig kell járni szerintetek ezt az utat, hogy igenis kezdje az ember befele figyelni, kezdje el megérezni a felelősséget a saját élete iránt, de hol fogunk és mikor fogunk eljutni, hogyan fogunk eljutni addig a pontig, amikor én rájövök, hogy nem az a legfontosabb, hogy én legyek, nekem legyen jó, nekem legyen még több, hanem másiknak segíteni, amikor a másikra gondolok. Vagy a sorrend az helyes így szerintetek? Melyikötöknek van ezzel kapcsolatosan véleménye? Nekem először az jutott eszembe, hogy Dante isteni színjáték úgy kezdődik, hogy az ember élet felén egy sűrű, sötét erdőben eszméltem, mert az igaz utat nem lelém. És én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az igaz utat megtaláljuk, ahhoz bizony el kell tévedni egyszer-kétszer. Tehát meg kell szerezni azokat a tapasztalatokat, mint ahogyan a könyvben is ezt olvastuk, ami utána az igaz út, vagy legalábbis az az út, ami ahhoz az eredményhez vezet, amiben a szerző is van ebben a pillanatban. Én azt gondolom, hogy tehát ez nélkülözhetetlen. Mondjuk az ember szülőként nagyon nehezen nézi végig, hogy a gyereke neki megy a falnak, mert tudja, hogy neki megy, és hiába figyelmezteti, akkor is neki fog menni, de tudom, hogy meg kell szerezni neki ezeket a tapasztalatokat. Viszont utána azok a felismerések fogják ezekre az eredményekre vezetni, és én azt gondolom, hogy akármilyen technikai fejlődésnek vagyunk, vagy információs robbanásnak vagyunk jelen pillanatban a tanúi, én nagyon jól érzem magam ebben a világban, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert
annyi lehetőség van a fejlődésre, a tapasztalatszerzésre, és egyszerűen arra látok nagyon sok lehetőséget, hogy egymáshoz is sokkal közelebb kerüljünk. Tehát most ebben a pillanatban tényleg úgy látszik, hogy elszigetelt emberekként próbáljuk az életünket élni, viszont abban a pillanatban, hogy rájövünk, hogy hogyan vagyunk képesek az ilyen technológiák segítségével nem elszigetelődni, hanem egymáshoz kapcsolódni, abban a pillanatban meg tudjuk azt valósítani, amit a varázsboltban is olvashattunk. És a másik, ami eszembe jutott erről, talán egy ősi indián mondás az, hogy amikor nagyon előre sietünk, akkor néha meg kell állnunk, hogy utolérje minket a lelkünk. Igen. Én egy kicsit más oldalról látom ugyanezt, pontosan azért, mert pszichológusként emberekkel foglalkozom, és hogy is mondjam, csak egyedi problémák tömegeibe tud az ember így beleszaladni. És hogy a legnagyobb gondot én ott látom, hogy van valami a közgondolkodásban, ami egy csomó rettenetes dolgot hitelesít. Nagyon egyszerű példát mondok, ha egy nő kimondja, hogy a férjem megcsalt, akkor mindenki sajnálja, hogy meg van csalva. És hogy ez nem igaz, mert lehet, hogy ez a legkevesebb, amit tehetett vele a férje, mert hogy ez egy dinamika, és nem látjuk benne a saját szerepünket ezekben az érzelmi kapcsolatokban. De mondjuk, ami felszoktam háborodni még az, hogy minden egyes műsor azt mondja, hogy egészséges életmód, tömegeivel vannak ezek a műsorok, válogatott fogyókúrák, meg van mondva, hogy milyen icin vagy micin, miben mi van, és ez hogy fog a szervezetbe hatni, és hogy minden. De senki nem mondja meg, hogy az infarktusokat nem elsősorban a koleszterin szint fogja meghatározni, hanem az a fajta érzésminőség, ahol az a érzelmi állapot, amikor nem fejezi ki a saját érzelmeit. És ezek éppen úgy kutatások magyarán, csak annyit akartam mondani, hogy a gondolkodásra kell teremtenünk majd minél több lehetőséget, hogy az embereknek el tudjuk mondani, hogy várjál, nem biztos, hogy amit te gondolsz, és amit szerint cselekszel, az tényleg igaz. Nem biztos, hogy pont úgy van. Ezt az igazság mániát valahogy azt gondolom, hogy a gondolkodásnak is, és pontosan a gondolkodásunkban tud leginkább érvényesülni a szívigazsága, mert ha a szívigazsága is érvényesül, akkor pontosan tudom, hogy az a másik ember épp úgy nem a pólyába határozta el, hogy ilyen meg amolyan gonosz lesz, vagy ez lesz, vagy az lesz, hanem megjárt egy életutat, és így fertőződött, és akkor azt, ami a legősibb tanítása, hogy tudok rá úgy nézni, nem állandóan persze, mert nem vagyunk szentek, de ritka pillanatokban, hogy hát hiszen te is én vagyok. Azt a rátekintést a világra. És ez én nekem azért nagyon izgalmas ez a könyv, mert ezt az utat tulajdonképpen olyan leegyszerűsítve, olyan gyönyörűen kiforrott mondatokban, ami nincs túl hegyezve, meg okoskodva, meg mi, hanem egyszerűen ömlik a szívből, és mindazt leírja, amit az összes önfejlesztő irodalom, mert az összes önfejlesztő irodalom ezzel a négy dologgal ismertet meg, csak tesz köré egy egészen más szót, és ez tisztán, egyszerűen azt mondja, hogy ez az első, tanulj meg figyelni, nem relaxálni, figyelni, mert attól relaxálod. Tanuld meg, hogy a gondolataid, ami a legnehezebb a mai ember számára, úgy élünk, mint akinek egy narrátor lakik a fejébe, és nyomja egész nap, speakerkedik, és mindenféle szörnyűséget mond, és egyszerűen, hogyha nem tanulja meg az ember ezt lecsillapítani, elviszi az életét. A harmadik az, hogy figyelj, az ember, az emberi létezés, hát ember vagy, hát nézz fel az égre, lásd az összhangot itt a világba, és aztán utána, ha már kikristályosodott, akkor teremts le egy jobb világot. Kisfiúként ő is Rolex óra, Porsche, és nagykorában eljutott odáig, hogy egy szenvedélyes szeretete annak, hogy visszaadni embereknek az egészséget.
Szóval, hogy azért csodálatosabb a könyv. Igen, nem véletlenül, hogy ugye a Dalai Láma is megtalálta ezt a könyvet, és magát, ezt a módszert, vagy ezt a tevékenységet személyesen is támogatja. És ugye a Dalai Lámának is, ahogy, a Dalai Lámáról, ahogy nyilatkozik, hogy ő neki olyan vallása van, ami nem követeli meg azt, hogy legyen egy mindenki felett álló és uralkodó Isten, nem követeli meg, hogy itt bárki több legyen, vagy kevesebb legyen a másiknál, hanem egyszerűen csak a jóság. Tehát tényleg a legegyszerűbb ez a jó szándék és a jóság, amit vezérel, és ami nagyon-nagyon tetszik még nekem gondolat, hogy az az ösztönös, természetes kiválasztódás, hogy nem azok az emberek kell, hogy megmaradjanak, akik a legkegyetlenebbek és a legkönyörtelenebbek, a legszívósabbak, hanem azokra az embereknek, azoknak az embereknek van fennmaradásra, létjogosultságuk a leginkább, akik minél több embernek tudnak segíteni, minél együttérzőbbek, minél életképesebbek. Tehát az igazi életképesség az ez, amikor egyre több embernek tud, egyre több ember tud maga körül egészségessé tenni, boldoggá tenni, és nagyon fontos ez, hogy mivel egy orvos, tehát nem egy akárki csoda írta, tehát igenis képben van itt az anyagi dolgokkal, képben van a szervezet működésével, képben van mindennel. Szerintem azoknak az embereknek is ez egy nagy élményt tud nyújtani, könnyebb befogadni ezeket az információkat egy orvos szájából, aki csak ebben hisz, aki esetleg csak az anyagban hisz továbbra is, hiszen minden anyag, amit én érzékelni tudok, az öt érzékszervem, mert az mindenhol csak az anyag, az anyag, az anyag. De még azoknak az embereknek is meg fogják találni magukat ők is ebben a könyvben, hogy ők éppen hogy vannak. Évi, tőled szeretném azt megkérdezni, hogy ez a rengeteg módszer, ez a rengeteg önfejlesztő módszer, ami most a világban van, ami már nem is próbál meg határokat szabni. A pszichológust kérdezem most, hogy te mit szólsz ehhez, hogy belenyúlkálunk, beleturkálunk az agyunkba, a gondolatainkba, a hitrendszereinkbe, meditálunk, masszíroztatunk, pontokat érintünk, elvonulunk, és 40 napig ülünk a falat nézve. Mit szólsz te ehhez, mint a pszichének a szakértője? Mennyire veszélyes ez? Nyilvánvalóan, hogy szoktam magam időnként azzal korholni, hogy ez nyilván valami szakmai gőg bennem, hogy Istenem, ez mit mondott, meg az mit mondott, de azt hiszem, hogyha végig gondolja az ember, akkor azt azért látni kell, hogy az emberek nagyon sokfélék, és hogyha az új dolgok nem mindegyikünket ugyanez érint meg, nem mindegyikünket fog megérinteni ezek, de lehetséges, hogy az energiatanok, vagy éppen pont a nem tudom mik, nem akarok semmit mondani, hogy nehogy sértő legyen, de azok a dolgok, amiket majd én csinálom veled, majd így lesz, majd úgy lesz, hogy ezekben a dolgokban, de lehet, hogy őt az érinti meg. Nem lehet tudni, és azt hiszem én, hogy ezt rövid idő alatt kirostálja az idő, hogy mi az, ami tényleg előre visz és megmarad, vagy mi az, amire úgy, ja Istenem, ez csoda, és akkor ugye kicsit elvakultan csinálom, de hogyha az életem nem tud tőle változni, akkor azt gondolom, hogy hamar kiábrándulnak, és viszont már keresővé váltak, és keresik a tisztább forrást. Szóval, hogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy elfogadónak kell az embernek mindennel lenni, mert nem tudjuk, hogy kit mi érint meg. A másik az, hogy az azért az emberi psziché, az van egy önvédelmi stratégiája, hogyha valami, ugye, hogy úgy mondjam, túlmegy a határokon, akkor kiviszi a biztosítékot, és akkor nem foglalkozik azzal tovább. Ez, hála Istennek, az emberi léle, nem csak a testnek, a léleknek is tulajdonsága, hogy amikor valamit nagyon rá akarnak erőszakolni, akkor egy idő után az elévül, és nem tud benne akkora nagy kárt tenni. Ami tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindaddig, amíg meditációt tanul, meditációt csinál, ezek mind élnek. A probléma ott kezdődik, amikor hát ilyen guruvá érett, vagy nem érett, nem tudom, hogy mondjuk,
hogy gurusodott személyiségű tanítóval találkoznak, mert hogy az egy más világot nem belül történnek, az egy külső befolyásoltság, aminek behódol, és az már veszélyes. Azt már veszélyesnek tartom, de általában azok is időben összeomlanak, ezek a guruságok. Misi, mennyire hiszel abban, hogy ha valaki már hoz egy döntést, hogy én szeretnék az életemben rendet teremteni, tehát látom már a káoszt, nem érzem olyan jól magam a világban, mint ahogy te mondtad az előbb, hogy neked ez nagyon tetszik, hiszen tényleg végtelen lehetőségek. Minden itt van, minden itt van. Hogyha valaki hoz egy ilyen döntést, mennyire működik szerinted ez a vezettetés, ez a felső, akár a belső hang, akár hívjuk Istennek, hívjuk felsőbbénnek, hívjuk léleknek, mennyire bízhatja rá magát az ember a megérzéseire? Meghallják-e a te tanfolyamod hívószavát az emberek? Hát a kérdésedből nagyon sok kérdést tudok leszűrni. Először arra válaszolnék, hogyha valakiben felmerül az igény arra, hogy szeretne saját magáért, és ezen keresztül mindenki másért tenni, tehát mindenki más hasznára válni, akkor én azt gondolom, hogy a legjobban teszi azt, hogyha úgy kezd el válogatni, hogy azt vizsgálja meg, hogy ezen a spirituális piacon, nevezhetjük szerintem bátran így ezt a hatalmas kínálatot, azt vizsgálja elsősorban, hogy melyik az, amelyik üzlet, tehát őt üzleti partnerként tekinti, és melyik az, ami elsősorban nem üzlet, tehát nem az ő pénzére van szükség, de annak a gurunak, vagy a vezetőnek, vagy a gondolatkörnek, hanem azt kell megvizsgálni, hogy melyik az, amelyik mindenkiért, tehát mindenki másért, amelyik úgy tekinti ezt a világot, az emberiséget, a természetet, ezt az egész biológiai rendszert, amiben élünk, hogy ez egy nagy, egységes egész, aminek mi egyes alkotó elemei vagyunk, mi emberek, de ugyanúgy, mint a növények, mint az állatok. És ugye az előbb említetted, és ugye meg is van a könyvben, hogy nem az fogja túlélni, aki agresszív, aki erőteljes, és ugye Darwin is azt mondta, hogy nem a legerősebb fogja túlélni a fejlődést, mert azok az emberek, akik agresszíven, erőszakkal állnak hozzá, azok sértik ezt a nagy egységes egészet, aminek mindannyian része vagyunk, és ő is. Tehát, hogyha valaki szeretne saját magáért tenni, akkor érdemes olyan módszereket, olyan gondolatvilágokat keresni saját maga számára, ami a nagy egységes egészben helyezi őt el, és amiben megtalálja azt a feladatot, hogy ő mit tehet minden lény javára és mindenki másért, hogy ezt most vallásban találja meg, egy módszerben találja meg, az szerintem mindentől kezdve majdnem azt mondtam, hogy ízlés dolga, de én szerintem transzcendencia egy van a világban, és van ezernyi megnyilvánulási formája. Tehát, hogy valaki mondjuk a kereszténységben, a keresztény vallásban találja ezt meg, vagy a buddhizmusban találja meg, vagy nem is vallási nézetekhez kapcsolódik, hanem mondjuk az agykontrollban találja meg ezt, az onnantól kezdve végső soron az eredmény szempontjából legalábbis mindegy. Igazából számomra az a fantasztikus, hogy egyre több és több olyan embert ismerünk meg személyeteken keresztül is, akik lehet, hogy nem is tudnak róla, de már valahogy teljesen természetes a számukra, hogy az embereknek segítenek. Teljesen tényleg mondják ezt a kifejezést, ez a nemes egyszerűséggel, nem is kérdés számukra, hogy az emberekkel foglalkozzanak, nem csinálnak ebből semmilyen ügyet, hanem ez már a hivatásuk, ez már a hitvallásuk, és egyre-egyre több ilyen ember van, és a csodálatos az, hogy mindig mindenki azzal találkozik, amivel dolga van. Tehát minden keresletnek van egy kínálata, minden módszer fog gazdára találni, mindenki fog találni saját magának megfelelőt. Szerintetek megteheti ember így a mai helyzetben, a mai világban, hogy nem tesz semmit? Hogy érzitek, hogy kötelességünk-e, felelősségünk-e ez, hogy igenis erre a befelé vezető útra rálépjünk. Nem kell, hogy spiritualitásnak nevezzük, hanem önmagunkért és ezen keresztül a világért. Szerintem simán megteheti bárki, hogy nem tesz semmit, csak az nagyon hamar kiiratkozik ebből a genetikai világból, vagy ebből a genetikai rendszerből.
És a második része a kérdésednek, amiben az, hogy a felelősségünk abban, hogy mindenki beiratkozzon, mert különben kiiratkozik. Ez a, én úgy gondolom, hogy az igazi hatékony segítség az az, amikor valaki valamit gyakorol, és megmutatja. Azt hiszem, a nevelésből is tudjuk, hogy megmondani a gyereknek, hogy mit csináljon, igen egyszerű, de nem működik. Megmutatni a gyereknek, hogy hogyan kell élni, na az már emberesebb feladat. Az már emberesebb feladat. De mégiscsak az működik, amit mutatott a szülő. És ez úgy gondolom, hogy ez a, mint kapcsolati törvény érvényes abban is, hogy hiába akarom én valakinek azt mondani, hogy de csinálj már valamit, de ezt hiába próbálom rábeszélni, na akkor ide, de oda gyere, de ez biztos neked is jó lesz. Nem, meg kell mutatni, hogy az én életem mennyivel jobb attól, hogy azon az úton járok. Ha csak nyugodtabb vagyok, ha csak mosolyogni tudok akkor, amikor ő a falat kaparja, már meglátja, és én úgy gondolom, hogy minden embernek van egy 10-15-ös közvetlen hatósugara, ha az a 10-15, újra 10-15, csak így tud elterjedni. A felelősségünk tehát az, hogy magunkért vállaljunk először felelősséget, mert ez a leghatékonyabb kiterjesztés. Igen, én is azt gondolom, hogy a példaadás az, ami ugye a pedagógiának az egyik legfontosabb módszere, vagy eszköze. Ugye Vekerdi tanár úr mondta, hogy teljesen mindegy, hogy mit papol a szülő, a gyerek úgyis azt fogja levenni belőle, hogy hogyan viselkedik a szülő. Tehát a gyerek az érzékelni fogja. És ez egy nagyon jó gondolat volt, hogy van egy 15-ös hatókörünk, és hogyha mondjuk a nyugodtságunkkal, a higgadt erőnkkel, egyáltalán az életünkkel tudunk ezzel példát adni annak a 15-nek, akkor biztos, hogy már mindenki másért élünk, és minden lény javára válunk. Ez így van, ezzel teljesen egyetértek, és aki pedig még ezzel sem szeretne élni, annak bizonyul a szenvedés. Tehát valószínűleg az az utolsó lehetőség, a szenvedésben egyébként még óriási energiatartalékok vannak, tehát ott még bárki irányt tud váltani. Még egy utolsó kérdést, hogyha tudtok, akkor röviden válaszoljatok rá, hogy ez a könyv, ez a módszer, hiszen azért nektek már az életetek rendben van egy módszer, ami működik, ami másoknak is segítséget nyújt. Adott-e valami pluszt ez a könyv? Tudott-e adni valamit, amit személyes a kérdésem, személyesen magatok életében tudtok-e alkalmazni ebből? Én alapvetőleg azt gondolom az agykontroll szempontjából ezt a könyvet, hogy nyilvánvaló, az agykontroll, a legelső agykontroll tanfolyamat 1967-ben tartotta José Silva, és azért az azóta eltelt időszakot, ha áttekintjük, mondjuk csak telefon minőségváltozásban, hogy ennyire előre szaladt a technikai fejlődés, és nyilván, hogy ezt követte kicsit lassabban döcögve, de a tudati fejlődés is, hogy mindaz, amit az agykontroll tanít, egy olyan ember által is megfogalmazva, aki, nekem a legmegrázóbb mondat a könyvben az, hogy amikor belemegy késsel és egy kocsonyás anyag, és tudja, hogy ott gondolatok és érzések, és nem tudom, mik lakoznak, de vissza kell kapcsolnia arra, hogy az csak anyag, szóval, hogy egy ilyen típusú ember is gyakorlatilag az alapok ugyanazok, tehát nekem megerősített abban, hogy azok az alapok, amiket az agykontroll tanít, a mai világban is tökéletesen megfelelnek más módszertannal, más bármivel, de ez így kicsit összeszedve egy életúton keresztül egy 11 éves gyereknek a felnőtt férfi korba, sikertelen újra sikeres férfi korba megérkezésén keresztül egyértelmű, hogy az alaptanítás igaz. Ez az, amit az embernek meg kell tanulni, azt a 4 lépést, amit a könyv leír. Köszönöm szépen. Engem abban erősített meg ez a könyv, hogy nagyon jó az a gondolat, hogy sokszor összekeverjük az életet, vagy az életünket az életünk kellékeivel, vagy eszközeivel. Tehát amikor mondjuk pénzre, Rolexre és Porsche-ra vágyunk, akkor azt gondoljuk, hogy az az élet, tehát az a cél, az a végcél. És nagyon sokszor én azt gondolom, hogy ezek az eszközök, amik tulajdonképpen csak egy lépés
az életünkhöz, vagy legfeljebb csak kényelem, mert mondjuk a pénz, hogyha valakinek nagyon sok pénze van, az kényelmes életet tud élni, de hát nem feltétlenül biztos, hogy akkor ő neki jó is az élete, hiszen pontosan tudjuk, hogy az elmúlt pár ezer évből, hogy egy barlangban is le lehet élni az életünket, az nem annyira kényelmes, mint hogyha otthon ülünk és a távkapcsolóval fogjuk bekapcsolni a tévét, meg a hőmérsékletet azzal fogjuk szabályozni. De ezek mind-mind csak kellékek az életünkhöz. Az életünk valójában, az életünknek az értelme, ugye minden ember ezt keresi, az nem ebben keresendő, hanem abban keresendő, hogy hogyan van kapcsolatban az agy és a szív egymással. Ja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Zárszóként annyit mondanék, hogy az igazi együttérzés bennem akkor szokott megjelenni minden ember iránt, amikor nem azt érzem, hogy egyek vagyunk, hanem azt érzem, hogy annyira egyedül vagyunk. Mert az a konstrukció, azok a nézőpontok, azok a hitrendszerek. Hogy is mondtad, hogy az életút során, ahogy elfertőződünk, vagy nem is tudom, valami ilyesmi, megfertőződünk. Mindenkinek ez egyedileg megtörténik, és mindenkinek persze utána feladata, hogy visszataláljunk az egységbe. De a leghosszabb szakaszon egyedül vagyunk, magányosak, nagyon-nagyon magányosak vagyunk. Nekem kell megbirkóznom a sötét oldalammal, nekem kell az eltévedésemből visszatalálni. És utána, ha ügyes vagyok, akkor igen, újra meg tudom tapasztalni ezt az egységélményt, ezt az egységállapotot. De ha én azt felfogom, hogy mindenkivel ugyanezt történik, akkor is tudok együtt érezni az emberekkel, amikor azt nézem, hogy szegény, hát teljesen magányos, még próbál kitalálni ő is, te is próbálsz kitalálni, én is próbálok kitalálni, itt is megjelenhet már egy együttérzés, és amikor meg már természetszerűleg meg tudjuk tényleg tapasztalni azt az együttérzést a szívben, vagy a szeretetben, akkor meg már azért ott könnyebb dolgunk van, de azt az utat egyedül meg kell járnunk, amit tudunk tenni egymásért, hogy segítünk ebben, hogy könnyebb legyen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és a Varázsbolt című könyvet szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki nem feltétlenül vágyik esetleg misztikus dolgokra, nagyon spirituális dolgokra, hanem egy egyszerű, tényleg feketén-fehéren le van írva egy életút, nem akármilyen életút, de tanító jelleggel van a könyv kitalálva, tehát minden fejezet végén van egy kis rész, hogy ha valaki ezt végig akarja tapasztalni, akkor ezt nagyon könnyű szerrel meg tudja csinálni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elmondtátok ilyen őszintén a véleményeteket. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.